Jó napot kívánok, ez a Kanizsa Café, és hát ha mondhatom, akkor kollegiális és baráti társaságban vagyunk itt Varga Györggyel, Szakony Attilával és Gergely Szilárddal, mindannyian remek fotóriporterek Zala megyében, és hát kicsit tágabb határán túlmenően is ismertek. Tegnap beszélgettünk nagyon sok mindenről, például arról, hogy ki hogyan kezdte a fotózást, hogyan került kapcsolatba, illetve számára mit jelent ez a szakma, ez a hivatás. És hát mivel, hogy ez egy talk show, azért próbáljuk egy kicsit néha vidámra is hangolni. Én keresztbe teszem a lábom, és azt kérdezem tőletek, hogyha az a téma, hogy ismert a lakodalmas szokásokból, majd erről is beszéljünk, hogy ki hány lakodalmon fotózott, vagy fotózott-e egyáltalán és vállalt-e ilyet. Hogyha az a téma és az a feladat, hogy bocsánat a nézőktől is, meg a nemzeti médiahatóságtól is, hogy töke van a mennyasszonynak, akkor hogyan láttok munkához? Ismerjük ezt, tehát igen, ezt igen. Szokták csúlyogatni, így éjfél és hajnali négy körül már egészen biztosan. Az egy részemről nagyon szép korszaka volt az életemnek az esküvő fotózás, de nagyon örülök, hogy túl vagyok rajta. Egyetlen egy óriási élményem van, amit mondjuk... Tehát voltam Zalakomáron, Zalakomárban, háromnapos esküvőn, illetve háromnapos lakodalomban, hétfő délután, vittem vissza a kész képeket, mert akkor még ilyen is volt, és a buszról szálltak le, délután értem oda, olyan 3 óra magasságába, szálltak le a buszokról az emberek, sátor állt, disznóöléses hangulat, meg illatok, jöttek, gyertek, és azóta se láttam ilyet, de akkor tehát a vidéki élet, az emberek, az nagybetűs emberek, sőt a vidéki nagybetűs emberek, hihetetlen jó hangulat, és folytatódott a buli. Tehát ott kellett maradnom újra, fotózni mindent előről. De ez is úgy kezdődött, mint egy szokásos, hogy szombat. Szombat, ja persze, persze. Tehát szombaton házasságkötőterem, templom, minden megvolt rendesen, hajnalig fotózás. Konkrétan ott nem volt töke mennyasszonynak, mert jó erős volt a vőlegény is. Nem lehetett ilyen, nem vetődhetett fel. És nagyon jó hangulatba folyt minden, hazajöttünk, ez még a filmes világban volt, filmhívás, előhívás, szárítás, nagyítás, kiválasztás, sorozatgyártás. Aztán hétfő, de után visszaviszek pár képet, megnézzük. És teljes meglepődésemre sátrak, disznőlés, csirkefosztás, nem tudom, még mai napig is tehát följön az illatokat érzem, az embereket, a jó hangulatot, a kedvességet, és kezdődött előről hétfő délután, ma már ilyen nincs. Ma erre már nincs időd. Nekem sincs időm, a lakodalmak se tartanak. Most siessenek, menni kell, mert jön az anya. Tehát ez nem... Pedig akkor én egy pár évet lehúztam műterembe, műtermi fotósként. Volt olyan hétvége, hogy 22 darab esküvőnk volt, nem nekem, hanem összesen a műteremnek, mert hát amikor ilyen nagy, akkor többen voltunk, több fotós. Tehát én általában kint szoktam lenni a házasságkötőteremben, meg templomban, meg este a lakodalmon. De ezt a 22-t ez így folyt, hogy berohanni, kirohanni, filmcsere, akkumulátorcsere, de ma már ilyen nincs, hát ez megváltozott, ez elment, ilyen már nem is lesz. Közülünk, aki nagyon szeret esküvőt fényképezni, az a Szilárd. Ha már megszólított az egyik mestered. Igen, ő nagyon jókat tud erről mesélni. Köszönöm szépen. Hát én nagyon szeretek különben a mai napig esküvőket fotózni. Fúj! De minden egyes esküvő egy más sztori. És most már egyre kevesebb van ilyen, hogy műteremben csináljuk meg az ilyen beállított képeket, mert hát igen, régen volt, most már kevesen kérik tényleg. És minél extrábbakat, minél érdekesebbeket találnak ki. A mennyasszony vőlegény, menjünk sárba pancsolni, menjünk omladozó házakba, menjünk focipályára. De akkor akár ezt a részét szeretheted? Én nagyon szeretem, nagyon szeretem. Igen, de ugye az estének is megvan az egyik hangulata, hogy csinálj rólam képet. Azt nem mondd, hogy minden mennyasszony szép.
Hát nem mondom, hogy mi. De akkor a vőlegény. A vőlegény szép. Minden mennyasszony szép, mert valaki elveszik. Tehát, hogy ugye ez az alaptézis, szerintem. Jó, de mi objektíven átlátjuk a világot, tehát azért... Objektíve? Igen, objektíve. Igen. Nem, egyébként a legjobb esküvőfotós én vagyok, tehát azt így azért mindenki tudja, csak senki nem bírja kivárni, hogy esetleg egy balesetről visszaérek. És ezért nem vállalok. Nem, tehát viccet félretéve én nem szeretem. De csináltál? Én csináltam, és én csináltam nagyon úgy is. Nagyon jól csináltam. Szilárdét például. Egy barátoknak elvállalok, nekem mindig az a frusztrálásom, hogy valami történik. Valami olyan történik, leesik a Lufthansa. Uh-huh. Mellé száll a kifutón. Konkrétan én elszúrtam egy párnak az esküvőjét, kamionbaleset volt. El kellett menned? El kellett mennem. Mai napig is lelkismeret furdalásom van a történetben, és elnézést kérek. Bocsánatok. De én megmondtam előre, hogy na de hát nincs helyettesen, nincs. Akkor per speciál nem volt. És nagyon kellene. Csak ez hogy volt? Tehát, hogy esküvő, boldogság, vigalom, jön a húsleves, stb. És egyszer csak csörög a telefonot, hogy kamionban esett, vagy előtte. És akkor elhúztál. Visszamentél? Hát... Nem fogadtak olyan szépen, meg olyan de visszamentél. Jól. Próbáltam, de nagyon haragudtak azóta is. De ezt más nem érzi, vagy nem tudja, hogy ez milyen érzés, hogy nem tudsz egy hétvégén úgy leülni, hogy na, elmegyünk focizni, utána csinálunk egy halászlét, aztán már reggel fölkelsz, ahogy akarsz. Nem. Tehát akkor nem kvázi a tudáshoz méltatlan feladat, hanem inkább az, hogy erre nincs idő, nincs lehetőség és felelőssége nem lehet elvállalni. Van egy feelingje, van egy, még a műtermi fotózásnak is, hogyha mondjuk természetbe készítem, akkor is annak idején én kezdtem el, hogy kimentünk a csótóra, vagy kimentünk egy szalmabálára, vagy egy learatott területre, de amikor már sokat csinálod, amikor a sok hétvégéd ment el, megmondom őszintén, még a fotózással még el vagyok. De utána beülsz, filmet hívsz, számítógép. Ma már például úgy ellősz több ezer képet, hogy eszméletlen. Én egy picit úgy vagyok ezzel, mint az állófogadással. Akkor egy olyan emberrel találkozok, vagy találkozol te is, aki nincs ebbe a szakmába benne, és mondod, hogy voltál ma egy gyáravatáson. Volt állófogadás? Ettél? És tudod jól, hogy már megint sonka tekercs, már megint az, már megint dödöl le. Néha jól esik, mert nyilván, hogyha... De a napnak nem az adja meg a szépségét, hogy eszek egy dödöllét. Tehát én a szombat estét lehet, hogy jobban érzem akkor már, hogy áthívok haverokat, és a kislányom eljátszanak az ő barátaival, vagy az ő gyerekeivel, én meg a barátokkal beszélgetek. És próbálom azt a pár szombat estémet az életből még inkább így leélni, mint hogy én elmegyek egy olyan párnak, aki egyébként sajnálom, lehet, hogy tényleg szép vagy, de számomra már megint egy mennyasszony, és persze ő a legszebb, és biztos otthon fogja hagyni a kitűzőjét, a vőlegény, le fog esni a valami, és nem objektíven közelítjük meg a dolgot, hanem ott az tényleg alkalmazott fotográfia, ott egyértelműen nekünk nem dokumentálni kell a történetet, hanem szépen kell dokumentálni a történetet. És nem is szépen dokumentálni, hanem valami olyan dolgot kitalálni, ami csinálj valami extrát, valami olyat, amilyet. Oké, de... Na és ez persze egyébként az egyéntől is függ. Van, amikor ez adja magát. Van, amikor nagyon jó. Tehát például a Szilárd, de ez érdekes történet. Jules fotózta az én esküvőmet, zseniális képek lettek. Én fotóztam a Szilárdét, ezek sokkal jobbak lettek természetesen, de... Na, viccet félretéve, tehát szeretjük ezt csinálni, de ez kell az a pár is, hogy ez úgy legyen. Meg érezzük magunkat. Én legalábbis, ha már elmegyek valahova egy szombat este és egy buliba, és ott kell ülni, nagyon sokszor hívnak úgy fényképezni bennünket, biztos Juleséket is, meg Sziszit is, hogy gyere el, érezd jól magad, hozd a mennyasszonyodat, vagy barátnőd, vagy feleség, tök mindegy, meg egy pár képet csináljál. Hát elviszed a fényképezőgépedet, leülsz egy asztalhoz, akkor vagy nekiállsz beszélgetni és piálni, vagy nekiállsz fényképezni. Ha fényképezel, akkor már lesed a gondolatokat, mint ahogy még a tegnapi adásban mondtad, hogy felszállt a gólya, és akkor, vagy valami, akkor egyből fölemeljük, akkor már nem ott vagy. Akkor már nem az érdekel, hogy te iszunk egy felest, a másik, hogy drágák a gépek, a harmadik, hogy ha esetleg elmegyek valakivel, nem egyszer volt beszélgetni, akkor egyből szólnak, hogy gyere, légy szíves, ezt fényképezd le. Tehát a kettőt én nem tudom összemosni. Én nagyon nem. Ez azért, ez így konkrétan nem igaz, egy csomó helyre elmegyünk.
amikor lehet, hogy csak véletlenül találkozunk egy eseményen, és a hivatalos dolgon túl vagyunk, tehát most ne gondoljunk komoly dologra, azért mondjuk egy jazz hétvégére esetleg, vagy egy... akkor következik az az alkalma, amikor már piáltunk és elkezdünk fotózni, de egyébként érdekes műhely munkába, tehát azt szerintem az valaki kívülről látja, hogy mit művelünk. Nem akarunk, hanem tökéleteset hozni ki abból az emberből. Akkor mi jól érezzük. A nagy az óra, akkor nagy az óra. Így van. És jól fotózunk, és egymással kacsintunk, hogy te menj onnan, megy. Van olyan, hogy eseményen, hogy nem alakul össze a dolog. Szólunk egymásnak, hogy te menj onnan, én innen. De a legjobban ezek a kreatív fotózások, amikor már túl vagy a hivatalosan, és akkor még elkezdünk egymást fotózni, remek alkalom. Azért de azt az ember már magának csinálja, azt magunknak vagy a barátainak csinálja. Ebből a szempontból mondjuk, ha még elmegy három fotós bulizni, piálni, azért azt a feleségeink azt eleinte elég nehezen tanulták meg, hogy abból jó nem lesz, mert második sör után biztos előjön, hogy te az EOS-nak a izéje, a 24-en ott 2.8-assal, amikor ellenfénybe fotózok, te azt láttad ott? És, amit egyébként ember nem ért, csak ti. Igen, csak mi. Én szeretem különben viszont azt mondom, hogy az esküvő fotózás, mert... Ja, vissza a sárhoz, vissza, meg a gyárhoz. Igen, mert az mindig pozitív. Tehát, hogy amíg a fotoriporterségben vannak sajnos eléggé negatív történetek, meg az embert nagyon le tudják húzni. Otthon kell pozitívkodni. Hát jó, igen, otthon kell pozitívkodni, de én mondom, ott mindig vidám a mennyasszony, vidám a vőlegény is jó esetben. Na jó esetben. Jó esetben. Tehát meg az anyuka is, apuka is, mindenki. Tehát ott volt olyan, hogy rossz kedvel mentem, valami nem tudom, valami történt. Megláttam a párt, és mind füligért a szájuk, persze izgatottak voltak, de utána nekem is egy 5 perces, nekem is füligért a szájuk, és ez szerintem jó dolog. Én azért mondom, én nagyon szeretek esküvőt fotózni. Ez annyira érdekes, most figyellek benneteket, szerintem a műsor nagyjából felénél járhatunk, és hogyha esküvő fotózásról is beszélünk, ami persze a párnak fontos, a rokonoknak fontos, és mint esemény rendkívül fontos, de azért szakmailag nem a csúcs. De akkor is képesek vagytok lelkesen beszélni. Attól még azt lehet jól csinálni. Lehet jól csinálni, sőt. Oda akarok kiukadni. Szerintem ott a közös hangszó, hogy megpróbálod jól csinálni. Igen, oda akarok kiukadni, hogy ez nem egy foglalkozás, nem egy szakma, hanem hivatás. Szerintem együtt. Hivatás, hobbi, szakma. Jó, de a hivatás szót húznám alá, mert ugye szerintem az a csúcsa. Tehát amikor az ember ízig-vérig újságíró, amikor az ember ízig-vérig fotoriport, orvos, tanár, pedagógus, sorolhatnánk a szakmákat, amikor úgy él, azzal kell és azzal fekszik, esetetekben, hogy ha képletesen, ha fizikailag is valóban, ott van a fényképezőgép. És mindegy, hogy egy nem túl szép mennyasszonyt. Bocsánat. Mindegy, ha egy mennyasszonyt a sárban, mindegy, ha 1000 migránst, mindegy, ha tehát bármit kell millió lefotózni. Millió dolog van. Millió dolog van, az ember ott van szívvel, lélekkel, mert hogy ezek szerint akkor ezt valószínűleg nem lehet másként csinálni. Hát igen, azt gondolom. Hát én részemről én úgy gondolom, hogy talán pont azért vagyunk mi most itt, mert ezt így gondoljuk és így csináljuk. Tehát én magam részéről, amikor én először elkezdtem fényképezni természetet, akkor ott jöttem rá, hogy ha csak tényleg kimegyek és eltöltöm azt a pár percet, akkor az nem természetfotózás, természetzavarás. Tehát az attól még nem lesz jó kép. Nyilván mindenki, és a mai világ ez egyre jobban bebizonyítja a mobiltelefonok csúcs szuper fényképezés lehetőségével, hogy mindenki tud egyszer jó képet csinálni, csak nekünk az a különbség, hogy mi nem ikletre várunk, hanem arra, hogy aláírják a szerződést. Tehát viccesen, tehát mi nekünk holnap is meg kell csinálni azt a történetet, és mi ezt tényleg egyre jobban belepörgetve magunkat, egyre többet akarunk kihozni abból a történetből, és nagyon sokszor beszélgetünk arról, amikor ott vagyunk egy eseményen esetleg, hogy ez jó volt, de holnap visszajönnék, már máshogy csinálnám. És tudom én mindig jól, hogy mi a hibám, és tudom jól, hogy mit kéne, válogatom a képeket, jót küldök be, nem jót küldök be, lehet, hogy ott a gépen
történt ez velem most már nem egyszer meg, hogy ott volt a gépen, láttam, a kolléga beküldte, neki sikert aratott, én be se küldtem, mert tehát, hogy ez egy ilyen örökös körforgás, de ezen agyalunk éjjel-nappal, ezzel fekszünk, és szerintem ez remélem még így is lesz egy jó pár évig, tehát, hogy ez... Ugyanakkor te szoktad pont mindig mondani, hogy nekünk is vannak ilyen nap, olyan nap, amolyan nap. Mi is emberek vagyunk. Így van, hogy egy híres költő se tudja kétszer ugyanazt, vagy két eszméletlen jó verset írni, vagy három, négy, öt eszméletlen jó verset írni, és ugyanúgy szerintem ugyan kreatív munka ez, tehát nagyon befolyásolja azt a kép elkészülő, vagy az anyagot, hogy milyen lábbal kelsz az. Az is, az, hogy a te anyagod, hogy neked az fekszik-e az a történet, tehát például most már, hogyha, tehát nem az esküvőre, de hogy te megláttad-e abba a történetbe azt, amire gondolta a szerző, vagy a maga az anyag, aztán függ attól, hogy aznap tényleg milyen a pont a lelki állapotod, illetve az, hogy kinek akarod csinálni a történetet. Nekem... Plusz tehát egyáltalán a körülmények hogy befolyásolnak? Tudunk őszinték lenni? Persze, hogyne. Ti egymással versenyben vagytok? Az kiderült, hogy jóban vagytok. Az kiderült, hogy figyelitek egymást, hogy beszélgettek persze, egymással, de egymással versenyben is, vagytok. És a világa minden. Tehát én lesem a Jules képét, és amikor látom, hogy jobb képet csinált, mint én, akkor a francba az vajon miért lett. Amikor nem csinált jobbat, akkor örülök, hogy ha-ha. De nem haragszol rá, nem, ha abszolút, jobbat csinált. Nem. Sőt, de ugyanígy lesz. Ha egy jó témát, akkor fölhívom, hogy persze. Te nem csinálod meg. Tehát ez így ide-oda megy, meg szimbiózisba élünk mindenképpen. Tehát ez... Sőt, én engem nagyon inspirált, amikor még a Szilárd velem volt. Én azt nagyon imádtam, amikor jött velem. Valahogy én is jobban felpörögtem. Éreztem lehet, hogy azáltal, hogy el akarom magyarázni, hogy mi történik, vagy nem tudom, de valahogy néha jobbak lettek azok a napok. Tehát a téma ugyanaz is volt, én nekem valahogy jobban sikerült az erről leszállni. Nagyon voltak azok szerintem, amikor úgy egy ez mikor volt? Legalább azonosítsuk be a korszakot. 2007-ben kezdtem el én a Práter utcai iskolát, azt hiszem. Így van, és 2008-ba kerültem talán Gyurihoz, ha minden igaz. Azt nem tudom. Körülbelül ilyen. Előtte meg ugyanúgy inspirált engem, amikor a Julessel jártunk természetet fotózni. Tehát ott is megállás nélkül mint egy kicsi edzőtábor, amikor együtt vagyunk, hogy te milyen géped van, mit hoztál, hogyan állítottad be. Régen mi csináltunk ilyet, hogy elmentünk fotótúrára, vagy kimentünk természetbe fotózni, és ott ültünk egymás mellett, és mit csinálsz? És színes diára, tehát nincs utána Photoshop, nincs semmi, bekereteztük, és akkor este diavetítés, amikor megjött a film, sör, és akkor... És van ám úgy, hogy itt a gépen a kis kivetítő megnézett, de jó. Amikor kivetíted a falra nagyba, ott minden ott van. Tehát ha behagytad a fejébe a villanyoszlopot, akkor az ott lesz. És ott egyébként sokat lehetett tanulni, hát csinálni kell. Csinálni kell, de hogy utána kibeszéljük. Nekem például a National Geographic-nak a workshopja az azért volt jó, mert ott őszintén beszéltünk fotósokkal, akik megnézték a munkáikat, azok már szerkesztők lettek a National Geographic-nál, a Sternnél. Tehát volt, egy már szakmabeli volt, de mégis más szemmel nézte. A magamfajta ellen kérdezek. Én csak, ha nagyon muszáj, akkor veszek a kezembe fényképezőgépet. A másik oldalon harcolok, a klaviatúrán túl, ha úgy tetszik, de tudsz úgy beszélgetni újságíróval, a szónak a klaviatúrás értelmében újságíróval, mint egy fotós kollégával? Értem én azt, hogy te mit mondasz, mit gondolsz, miért lépsz arrébb két lépéssel? Hát szerintem nekem erre ezt nem kell úgy érteni. Két percünk van, de így próbáljuk. Van szerkesztő kollega, aki igenis tudja, igenis érti. És te is, mondjuk szerkesztőségben még nem voltunk egymás mellett, vagy egymással. Hát ennyire közvetlenül nem. De hát mondjuk egy melót, mikor leadunk, vagy mikor képet válogatunk, hogy na most ez miért jó, miért. Ha egy ilyen kiderül, tehát egy ilyenen átesünk, akkor kiderül, hogy de szerintem, ha a szakmabeli vagy, te is látod, hogy abban mi a kép, mi nem a kép. Én ezt inkább úgy fogalmazom, hogy bizonyos esetekben igen, abban az esetben, amikor én esetleg megértem, hogy ő miről beszél. Akkor lehet, hogy ő is megérti, hogy én mit akarok gondolni azzal a történettel. Meg kollégától függ.
De amúgy kollégákkal a legjobb erről szerintem a képekről. Tényleg. Mármint fotoriporter kollégákkal. Amikor én elkezdtem a Zalai Hírlapnál dolgozni, mint ugye szabadúszó fotoriporter, akkor a, úgymond belettem dobva tényleg a Mavis-be, mert Attila akkor ment, emlékszem rá, szabadságra, nyári szabadságra, és akkor kezdtem úgy, úgy teljesen. És akkor Gyuri nagyon sokat segített, mert minden nap reggel találkoztunk, mi lesz a mai napra, stb. És mindig kinyitottuk az újságot egy kávé mellett, vagy tea mellett, és megmondtam, hogy ezzel te mit akartál kezdeni ezzel a képet? Vagy éppen ez, na látod, ezt jól csináltad, ezzel látszik ez. Ilyenkor az ember nem sértődik meg? Nem, kell. Én nagyon nem. Szeretem, hogy kell. Régen az Alaírlapban például azért volt jó dolgozni, mert 5 fotós volt, amikor én egészen dolgoztam a fotorovatba, 5 fotós volt, abban az 5-ben is volt ilyen is, olyan is, de főleg az öregek, így vagy úgy, de lehetett velük beszélni, tanulni. Én mondjuk azt választottam, hogy próbáltam, tehát ha nem volt kiszabott munkám, akkor valamelyik fotós kollégával elmenni, hogy ő hogy csinálja, hogy ő milyen ember, milyen, hogy tud kontaktust teremteni, hogy tud... Nagyon nagy élmény volt, és utána, amikor előhívtuk a filmet, tehát lehet mondani mindent, mint a horgászok, hogy ekkora halat fogtam, persze, oké, megnézem a filmedet, és akkor megmondom. Az nem hazudik. És mindannyian fotóztatok már akár ekkora halat is, a szóval átvit, és abszolút természetes. Is látta. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Lehet, hogy a halakkal folytatjuk. Önöket várjuk vissza holnap is. Viszontlátásra. A műsor dekorációját a bíborvirág készítette.